A készülék használatra kész. Őrizze meg nyugalmát és kövesse az utasításokat. A Karcagi Mentő Alapítvány kezdeményezése a Suli Defi projekt, melynek célja az volt, hogy minden karcagi iskolában elérhető legyen egy életmentő defibrillátor. Az óriási összefogásnak és a támogatásoknak köszönhetően össze is gyűlt a kívánt összeg, így hamarosan minden iskolába el lesznek helyezve az életmentő készülékek. Nagy örömmel jelentem be, hogy a július 6-án indult Suli Defi programunk nagy sikerrel zárult, és 2 hónap és 4 nap alatt sikerült összegyűjtenünk 7 darab defibrillátort, amint látjuk is, ez egy Mindray C1A típusú félautomata defibrillátor, ami az egyik legjobb, amit a piacon lehet kapni, ugyanis 15 éves élettartammal, 8 éves garanciával, felnőtt és a gyerek üzemmóddal is egyaránt rendelkezik. Ezt óriási lakossági összefogással tudtuk elérni, meg sem gondoltuk, hogy ennyi embert meg tudunk mozgatni, és nagyon sok emberre beszéltünk, akik elmondták, hogy ekkora összefogást ők még Karcagon nem láttak. Ennek köszönhetően ugye 2 hónap alatt sikerült mind a 7 iskolát felszerelnünk egy-egy ilyen defibrillátorral. Kovács Sándor hozzátette, jelenleg arról zajlanak a tárgyalások a fenntartókkal, hogy a tanári kar egy jó részét ezeknek a defibrillátoroknak a használatával megismertessék egy képzés keretein belül. Természetesen, mivel most már zajlik a tanév, ezért nekünk kell alkalmazkodni az ő órarendjükhöz és az ő szabadidejükhöz, úgyhogy erről folynak most az egyeztetések. A hivatalos átadó az október 16-án lesz, addig mi ezeket a képzéseket szeretnénk is megcsinálni a tanárokkal, és ezt évente majd frissíteni, és minél több és több emberrel megismertetni. Az Ügyeskedj a kerékpároddal című rendezvényen a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetőjének nyújtott át Kovács Sándor, a Karcagi Mentő Alapítvány titkára, gyermekmentő kézikönyveket. Itt látható az a könyv, amit az óvodáknak szántunk, ez egy gyermekmentő kézikönyv, ugye ez a Szent Márton gyermekmentő szolgálatnak a kiadásában készült, ők a legprofibbak a gyermekellátás területén, tehát az ő általuk kiadott könyv is hasonló színvonallal rendelkezik. A könyv tematikusan építi fel, hogy hogy kell beteget vizsgálni, mik a teendők sürgősségi esetekben, különböző sérüléseknél, milyen veszélyek leselkednek a gyermekekre. A kiadvány nagyon magas szakmai színvonalú, és arról szól, hogy baj esetén mi a teendő abban az első 5-10 percben, amíg a mentő kiérkezik. Balajtiné Sütő Margit, a Madarász Imre Egyesített Óvoda vezetője, riporterünknek elmondta, nagyon örültek a Karcagi Mentő Alapítvány kezdeményezésének. Belelapozgatva azt láttam, hogy valóban olyan hasznos információkat tartalmaz ez a könyv, amit a szülők, illetve nem csak a szülők, hanem mi óvodapedagógusok és az óvodában dolgozók is remekül tudnak használni olyan problémás helyzetben, amikor ugye a gyermekek vagy rosszul lesznek, vagy valamilyen kiütés megjelenik a testükön, hogy akkor mik a teendőink, illetve hová kell fordulnunk, illetve melyik az az időpont, amikor ugye szükséges a mentőket hívni, úgyhogy nagyon örülünk ennek a kiadványnak, mindegyik tagóvodánkban elhelyezésre fog kerülni, és ajánlani fogjuk a szülőknek, illetve elképzeléseim alapján pedig mindegyik szülőnek lehetővé tesszük, hogy bármikor elérhetővé váljon ez a kiadvány a szülők számára is. Kovács Sándor, a Karcagi Mentő Alapítvány titkárát a jövőbeli terveiről is kérdeztük. Elmondta, az óvodásokat szeretnék előtérbe helyezni, de más korosztálynak is terveznek programokat, képzéseket. Október 4-től indul az ingyenes lakossági elsősegélyképzésünk, amin gyakorlatias témák lesznek, tehát éppen ezért kis csoportokban gondolkodunk, kb. 20 főt szeretnénk egyszerre kiképezni, mert így mindenkinek lesz elegendő ideje arra, hogy be is gyakorolja ezeket a fogásokat, technikákat, ne pedig csak beszéljünk róla, mert az nem olyan hatásos. Sikeres volt tehát a Karcagi Mentő Alapítvány Suli Defi programja.
Mind a 7 karcagi iskolában elérhető lesz baj esetén egy Mindray C1A félautomata defibrillátor. Kovács Sándor elmondta, hogy továbbra is azon dolgoznak, hogy amiben csak tudnak, az emberek segítségére legyenek.